Nem csak utána nem úgy alakultak a dolgok, hanem előtte sem. Tehát rendkívül idegesen játszott a csapat, és pontatlanul is. Nyilván ezek a mérkőzések mindig nagyon nehezek, de én úgy gondolom, hogy bizonyítottuk már az eddigi mérkőzéseken, hogy többet tudunk játszani, csak ahhoz természetesen nyugodtabban kell játszani, és bátrabban bevállalni a játékot, mert sajnos voltak, akik nem mertek úgy belépni a játékba, nem merték úgy játszani a játékot, és ebből adódott, hogy természetesen az ellenféli labdát volt szerezni, és tudott építkezni belőle. Annak ellenére sikerült megszereznünk a vezetést, de hát ilyen gólt nem szabad kapni. Tehát második fél időben az ellenfelünk igazából nem is lőtt kapura, erre fel azért sikerült egy gólt szerezniük, vagy nekünk szerezni. A játékban, mintha futó teljesítményben is lett volna egy hiány, nem láttad? Úgyhogy nem is az, hogy nem léptek be a játékba, kevesebbet is futottak a játékosok a vezető gólt követően, meg talán az egész mérkőzésen. Nem, az egész mérkőzésen, tehát voltak futó mennyiség és minőségi hiányosságok természetesen ezen a mai mérkőzésen. Pontosan ez volt, tehát amíg korábban bátrabban beléptek a játékba és bátrabban bevállalták, addig most biztatni kellett embereket, és ez nyilván ez nem működik. Mert ezeket át fogjuk beszélni, és ebben természetesen lépni kell, mert tehát nem szabad ilyen sanszokat adni az ellenére. Van ennek valami különleges oka? Nem tudom, hogy fizikális vagy milyen problémák lehet? Fizikális oka, nem hiszem, hogy van fizikális oka, mert ugye azért folyamatosan kontrolláljuk a játékosokat, és úgy néz ki, hogy rendben vannak. Inkább én úgy gondolom, lehet, hogy a idegességből adódóan, hogy azért elég nagy a tét, annak ellenére, hogy vezetünk, de azért csak itthon játszunk, azt mondják, hogy ez kötelező győzelem, de én ezt nem szeretem, és nyilván ilyenkor elég sok fiatal labdarúgó játszik azért nálunk, és úgy néz ki.